napot kívánok mindenkinek! Azért ilyen hülyén köszönök be, mert nagyon izgatottak vagyunk. Mind a ketten. Marci kevésbé látszik, de ő is ott van. Még pakolja a konyhát, mert elutazunk. Elutazunk, és egy szuper nyaralásra indulunk. A Seychelles-szigetekre. Hogy honnan jött, meg hogy jött, azt majd elmesélem, de még számunkra is egy kicsit felfoghatatlan. És most megyünk 3 év után először így kiadósan nyaralni, és szerintem nagyon ránk fér. És arra gondoltam, hogy nem csak, hogy az utazást fogom végigblogolni, hanem szerettem volna elmesélni nektek, hogy ezt az egészet, amit így az elkövetkezendő videósorozatban fogtok látni, mindent átadszettig én foglaltam le. A szállástól megkezdve, a hajókázáson át, az összes szabad programon keresztül egészen, nem is tudom, az utolsó Flixbuszos utazásunkig. És hát nagyon izgatott vagyok. Szerettem volna elmondani, hogy ez az egész nem jöhetett volna létre, hogyha nem tudok angolul. Szerettem volna megmutatni nektek, hogy mennyi mindent adhat egy angol nyelvtudás, mivel mindent, amit foglaltam, azt így külföldi oldalakon foglaltam. Mindenkivel kommunikálni kellett, a hotellekkel, 1000 kérdés, WhatsApp-en egy csomó túrát foglaltam. Szerettem volna ezáltal felhívni a figyelmeteket az angol csomagjaimra, mert ezt az angol tudást egyébként így próbálom átadni, és tanítom is már évek óta, és szeretnék kedvet csinálni ezzel az egész vlog sorozattal az angol nyelvtanuláshoz, hogyha bárki ezen gondolkodik. Remélem, hogy kialakul benne az a belső motiváció, ami bennem is, így a tanulást illetően, mert engem az motivált az angol nyelvtanulásban, hogy ugye szót értsek azokkal az emberekkel, akikkel így a világban találkozom, akár Pesten is egyébként. Nagyon sok minden nem éltett volna létre, anélkül, hogy én tudtam volna angolul. Majd belemegyünk a részletekbe, csekkoljátok az angol csomagjaimat, egy nagyon szuper felépített e-learning rendszerből megtanulhatjátok, átolszettik az angol nyelvtant, de most pedig, nem is szaporítanám szobába szót, először elkezdeném azzal, hogy milyen nehézségekbe ütköztünk már így a legeslegelején az utazásnak. Az egyik az az, hogy én rendeltem a múlt hét elején, igazából hétfő húsvét volt, és kedden rendeltem meg, tehát így most hétfő van megint, tehát így lassan egy hete lesz, hogy megrendeltem az Emagról a monopodomat, a telefontartómat, így a monopodhoz kapcsolható az akciókamerát, a mini SD kártyát a kamerához, és annyi volt a szerencse, hogy az akciókamerát úgy éreztem, hogy külön kell megrendelnem, és ez meg is jött 2 nap alatt. Viszont az Emag azóta is ül a rendelésen, és egy hete megrendeltem, és nem hozták ki. Úgyhogy amikor így realizáltam pénteken, hogy nem fog ide érni a csomagom időben, akkor elmentem, és az Euronics Bankerbe 3-szor annyira megvettem egy SD kártyát, és még pár ilyen apróságot beütemeztem, hogy valamilyen szinten így nem is tudom, így tüzet oltottam, igen, hogy tüzet oltsak, és megpróbáljam megoldani a helyzetet, anélkül, hogy megjön a rendelés. Kinci, muszáj ezt a pólót felmenned Dubajba? Ki vagyok gyóra, mint a csal. Uh-huh. Jó, majd egy pulóvert viselj majd, Lici, a határnál, jó? Ja. Marci bőrönd, amiben én is csempésztem egy keveset. És az én bőröndem, ami már itt áll. Készen. Mondta semmi nincs. Ha-ha-ha. Kézitáska. Minden cucca, ami kell. Egyébként ezt a számítva volt még egy ilyen gyors Marci útlevél igénylés, ami nagyon-nagyon béna a dolog tőlem, aki éveken keresztül az Emirates-nek dolgozott, és többen is feljöttek ezzel, hogy lejárt az útlevelem, mit csináljak. Hát 24 órás útlevél, haver, hogyha van rá lehetőséged. Nekünk még volt lehetőségünk, de nagyon-nagyon drága volt, szóval ez ilyen plusz rejtett költségek már az utazás előtt kijöttek, de biztosan beengednek minket Dubajba, és biztosan beengednek minket a Seychelles-re, mert oda meg kellett egy ilyen előregisztráció a Covid miatt, plusz egy utasbiztosítás, egyébként más nem kértek így a Covid miatt, és ahhoz képest, hogy úgymond vírus volt még nemrég, ahhoz képest most egyébként senki nem kér semmit, hála a jó égnek, ennek nagyon-nagyon örülök. A többit majd inkább megmutatom nektek így videóban, nem akarom csak így ennyivel letudni az egészet, hogy itt állok és mondom, hanem inkább megmutatom nektek. Szóval tartsatok velem! Vigyunk egy hármat! Oké! Alma? Elfogyom. Ami Las Vegasban történik, az Las Vegasban marad. Ennyi, sose. Sose. Ez amúgy fincsi. Édes.
kicsit lelkiismeret furdalásom van ilyenkor, mert a diétámat így alapból félbe kell hagyni, és az alkohol nem tesz jót semmilyen diétának. De most azt mondta Petra, 2 hétre ezt nyugodtan engedjem el nyilván mértékkel. Nagyon pályázom, ha megkóstoljam a szesevirumot, és van egy ilyen koktélunk, amit nagyon szeretném megkóstolni. Azt meg fogom kóstolni, de a piálást inkább Marcira hagyom. Amikor apához készültem nyaralni, akkor úgy tudtam csak rendszerben tartani a dolgaimat, hogy lerajzoltam egy ilyen nagyon szép pálcikaembert, és akkor vagy rá, vagy mellé írtam így testájonként, hogy egyes testájokhoz milyen dolgokat kell majd bepakolnom, hogy hajápolók, kalapsapka, arcápolók, SPF 50, az a fényvédő, főbevalós, mink, rúzs, ékszerek, melltartó, fürdőruha, karkötő, borotva, fésű, fogkefe, fogkrém, igen, és akkor ugyanezt Marci egy nappal előtte játszott ilyen szépen, és akkor az első dolog, amit mondtam neki, az a fényvédő volt, és azt mondja, na, az első dolog, amit mondtál, az kimaradt, mondom, ezért kell lerajzolni, mert így szem előtt tudod tartani. Ez olyan típusú rendszer, mint amit az angoljaimban is alkalmazok, hogy minden táblázatba foglalok. Ott is kinci! A könnyebb átláthatóságért, mint ahogy látjátok, ezen a csodálatos pálcika emberrel. Igen, a rajz tudásom az nem valami nagy. Kincsem, akárhogy is nézzük, benne vagyunk, nem kell fosni. Nyújj! Mondtam, hogy Fertuling volt a 14-re. Nyújj! 60 kilóhoz képest jók vagyunk. Emirates online check-in. Mi 5 perc alatt letudtuk az egészet. Itt meg mindenki szív, mint a torkos poz, mert nem Emirates-szel utazik. Jó. Mikor száll fel a gépünk, mi nagyon korán ide értünk. Hová mész? Sesserre? Sesserre megyek, csak el is a pisilni. Szerettem volna Victoria's Secretbe bemenni, de... De inkább én viszem a táskáját helyette. Nem, azt akartam mutatni, hogy itt ez az Optic World költözött a helyére. Vagy elköltöztek máshová. Várunk a járatunkra. Én többet nem várok semmire. Által inkognitok. Megérkeztünk! És nem fokuszál a kamera. 2 órát vesztettünk. Nem vesztettünk 2 órát, hát 2 órával előrébb vagyunk. Na, de egyébként annyira szuper élmény volt. Nagyon szuper élmény volt. Marci semmit nem érzékelt belőle. Nem, én nem érzékeltem, mert én nem repültem. Én igazság szerint csak egy hang vagyok, a narrátor. Nem igaz. De összebarátkoztam a stewardessekkel, mert az egyik lány megismert az egyik magyar stewardess. Balogh Patricia. Nem, de amúgy Patriciának hívták a másik nagy. Annyira cukik voltak, hogy hihetetlen. És tök jót beszélgetünk, és ott voltam velük. És... A spanyol lány csinált velünk képet, vagy csinált rólunk képet, meg fényképezkedtem a stewardessekkel. Ült mellettem egy papina, és nagyon szomorú volt látni. Tudjuk, Matolcsi volt. Szomorú volt látni, hogy léteznek ilyen emberek is, mint ő. Szerintem tudom, Matolcsi. Biztos nagyon keserű és savanyú lehetett az életre, hogyha így viselkedett.
igazából nem csinált velünk semmit, csak ilyen basic bitch volt. És ez Tyuikkal se volt jó fej, ami nekem nem tetszik soha. Toilet. Mindenki ember. Nincs ember, fejleszted? Jó, már megyünk, WC-re kell menni. Majd szívja anyád, de szerintem nem lesz kapcsolható. Le szokták ezt tiltani kincsen. Na, tiltják. Igen, nem tudsz. Akkor menjünk. Jó. Írjál neki, hogy nem kapcsolható. Na, a program az az lesz, hogy kimegyünk a reptérről, foglaltam szállást az Ibis Hotelben, mert ott találtam, és na, anya hív. Amikor anya is jött velünk a Maldívra, és Frankfurtból jött, mi meg Pestről, és itt találkoztunk, akkor hívogattam a reptéren, és nem tudtam elérni, mert nem volt. Tehát egyszerűen nem kapcsolja össze, nem engedi összekapcsolni valami az országban, valami le van védve, vagy nem tudom. Na de azt akartam mondani, hogy szállást fogunk foglalni, és ez a szállás, ez kint van a reptéren, szóval ki kell mennünk Dubajba, ott megpihenünk, és majd 8:55-kor megy tovább, 8:55-kor fog tovább menni a repülő, és megyünk az esélyre. De így tudtam megoldani, szóval most egy kicsit pihenünk. Kijutottunk, és most menjünk, és fogunk egy taxit. Egyébként szerintem tök hangulatos szobánk van. Csak nem tudjuk felkapcsolni a villanyokat. De ezt a számítva zseniálisan jó. Na, lefekszünk Csicsi bubukálni, és 6 órakor fogunk ébreszteni. 6:30-kor reggeli. Hú, bocs. 10 perc. Két busóval mostam arcot és csipi a szemem. Jó van, már elég már. Amúgy rá van írva minden angolul, úgyhogy csak el kéne olvasni. Nem. Vanity. Az a előszoba, akkor toilet, azt is... De hát most bazd meg, nincsen égőm. Olyan össze-vissza felvételket csináltam most, bocsánat. Meg is látszik, hogy 6 órát utaztunk, meg még fáradtak is vagyunk. Legalábbis 5,5 órát repültünk. Kincsen? Békén hagysz? Nem tudsz megzelni? Nem, hagyjál békén. Holnap? Kincsem, hogy vegyem fel normálisan. Szóval, amit mondani akartam, az az, hogy 6:55-kor indulunk vissza a reptérre. Egy kb. 3 perc taxi van innen a 3-as terminál, és 8:55-kor száll fel a gép a Szeselre. Úgyhogy ennyi idő bőven elég lesz szerintem, úgyhogy jó éjszakát, sziasztok, holnap Dali. Ja, hatalmas nagy szívás, nem hoztunk adaptert, úgyhogy fogalmam sincs, hogy fogom tölteni a dolgaimat, de majd ez a holnap kérdése lesz. Jó éjszakát! Hát jó reggelt kívánok mindenkinek, nem mondanám, hogy fú, de sokat aludtunk, sem azt, hogy nagyon kipihentük magunkat. Még mindig jó ötletnek tartjuk, hogy eljöttünk egy pár órára egy hotelbe itt a repülőtér mellett, de nem volt túl pihentető, itt jár a metró, az emberek hangoskodtak itt. Amúgy sem tudtunk aludni ennyi idő alatt, olyan kiadósan, szarul nézek ki. De megyünk reggelizni, és megyünk tovább. Ezt a spanyol stewardess fotózta. Annyira cuki! Annyira cuki! Bye-bye, szoba! Bye-bye! Hatalmas mákunk volt, mert pont jött az Airport Shuttle busz, és egy perc alatt idehozott minket.
gently wind and rain. Yes, I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Szerintem már nem fogok túl sokra vételt felvenni, mert fogom merülni, és nem hoztam adaptert. Úgyhogy nagyjából láttátok, milyen a Dubai Experience, és majd jelentkezem nem sokára, valószínűleg Messzeserről. Olvad a csokis csiga a táskámban. Lesz fogyás. Hú, nagyon gyönyörű volt, köszönöm. A kutyája Tiger. Szia, Tiger! Sziasztok, csivettánsok! Szia! Ez itt a... apartman, vagy nem tudom mi az. És most megmutatják a szobánkat. Fantasztikó! Zsír! Majd vigyázzunk, a békák benne ugráljanak, mint Tájföldön. Gyönyörű szép. Gyönyörű szép. It's beautiful! I'll come back. Okay, thank you. Voltam kappantva, hogy nem lesz jó, de nagyon jó lett. És már tölt a kamerám? Két perc alatt kupit csináltam. Mati pálmafákról álmodott, és megkaptam. Szóltam nekünk előre, hogy vigyázzunk, mert a fejünkre esik egy kókuszt. Cső, kince, menj a banulni, cső, cső! Nem fogod. A Tiger, te meg már hozzánk költözöl? Van egy kutyánk, és vannak teknőseink is.